Megvan Gyárfás Tamás utódja, Bienert Gusztáv turizmusért felelős kormánybiztos lett az úszószövetség új elnöke. Bienert Gusztáv a két másik indulót, Hornyák Viktort és Tóth Istvánt nagy fölénnyel győzte le. 146-ból 126-an szavaztak rá. Megválasztása után azt mondta, még ma este elkezdi a munkát a szövetségben. Fotósok gyűrűjében szavazott Hosszú Katinka. Ez volt az első voksa. Az úszószövetség közgyűlésén ugyanis kétszer is le kellett adni a szavazatokat. Először a három indulót a jelöltek közé kellett juttatni. Bienert Gusztáv, Hornyák Viktor és Tóth István közül az első kör után viszont csak egy jelölt kapott elég szavazatot. A turizmusért felelős kormánybiztos Bienert Gusztáv. Megállapítom, hogy a Magyar Úszószövetség közgyűlése eredményesen befejezte a munkáját. A második körben 146-ból 126 szavazattal megválasztották az új elnököt. Bienert Gusztáv azt mondta, a közgyűlés után azonnal elkezdi a munkát a szövetség élén. Soha ne felejtjük el, hogy a sportolók, az edzők, a klubok kell, hogy a Magyar Úszószövetség tevékenységének a fókuszába legyen. Föl kell készülnünk szakmailag és szervezésben is a budapesti úszó világbajnokságra, ami Magyarország történelmének legnagyobb sporteseménye. Az új elnök megválasztása után azt is mondta, reméli, hogy az úszók befogadják, mert sok feladata van, és dolgozni jött a szövetségbe. Akik engem támogatták, azok úgy gondolják, hogy egy kívülről jött ember, akinek több mint 3 évtizedes gyakorlata és tapasztalata van bonyolult és nagy szervezetek irányításában, talán egy megfelelő jelölt arra, hogy béke legyen, együttműködés legyen. A 23 év után leköszönő Gyárfás Tamás azt mondta, irigyelni fogja az új elnököt, mert nagy élmény ehhez a közösséghez tartozni. Sok sikert kívánok neki, szívből gratuláltam, talán elsőként is őszinte szívvel. Az első a magyar úszósport érdeke, és hitem szerint jó kezekbe kerül. Hargitay András úszószövetségi kapitány javaslatára arról is szavaztak, hogy megszavazzák-e tiszteletbeli örökös elnöknek Gyárfás Tamást. Erről viszont csak 2 hónap múlva a rendes közgyűlésen döntenek. Gyárfás Tamás egyébként a közgyűlésen Hosszú Katinkára célozva azt mondta, nem tudott szót érteni a sportág jelenlegi legjobbjával, és lehet, hogy hibázott, de csak a szépre szeretne emlékezni.